A kárpátaljai Tisza Péter falván járunk, ahol szinte mindenki magyarnak vallja magát, és hűen ápolják az őseiktől rájuk maradt népi hagyományokat. Ezt a helyszínt keresték fel a 9. büfé találkozó résztvevői, hogy egy régmúlt lakodalom megidézésével elevenítsék fel a tiszaháti esküvői szokásokat. Néha fiatalok nem is tudják, hogy mivel is, hogy is zajlott a lakodalom, a szokás, és kell egy büfény, aki elmondja nekik, hogy mi a sorrend, azért amit még a mi hagyományunk, azt őrizzük meg. Tehát nem is jól mondom, hogy őrizzük meg, mert hát nincs az bezárva a hagyományunk, nem kell őrizni, ápolni se kell, nem beteg, tartsuk be, és éljük meg napjainkban. Ez a főfény feladata. A falu főutcáján énekelve haladó násznéphez bárki csatlakozhatott, míg el nem értek a lányos házhoz. A lakodalombeli udvarnak most a Tiszaháti Tájmúzeum adott otthont. A skanzen egyedülálló a maga nemében, ahol betekintést nyerhetünk elődeink életébe. Tiszaháti Tájmúzeum azért különleges, mert a magyarok életét mutatja be. Három parasztportából áll, egy falusi iskolából, szegény parasztházból, valamint egy módosgazdaházából. A módosgazdaházában megtalálhatóak a következő tárgyak, amelyek igen egyediek. Mángorló, pásztorszék, vajköpülő, dagasztótekenő, csizmahúzó. A ház falai között mintha megállt volna az idő, pedig kint, a módos gazda portáján már a menyasszonyt követeli a kérő és a család többi tagja. Amint láthatóan célt értek, jöhet a menyasszony búcsúztatás. Mert nem kölcsönk ennyit, hogy visszaadhassam. Ha egy bőfének, ceremóniamesternek két arcát megismeri a násznép, akkor nyert, ugye van. Az első arcom ugye az, amikor érzelmek által elbúcsúztatom az ifjú párt a szülőktől, ezzel megköszönve a gondoskodó szeretetet, amit kaptak a felnevelés során. Úgy érzem, hogyha ezt szépen kiegyensúlyozottan lassan tesszük, nagyon fontos, hogy lassan kell beszélni, nehezen megy nekem is néha, de ez a legfontosabb, hogy tényleg nagyon szépen lassan beszéljünk, és hogyha ez érzelmesen megtörténik, akkor már látják a szívedet, a lelkedet a szakmában, aztán pedig jöhet a humor a másik oldala az estének, amikor már egy más karaktert ismer meg benned a násznép. A most már menyasszonnyal bővült lakodalmas nép a község központjában található vidám parkba tart, ahol a férfi bőfélyeket háttérbe szorítva egy csinos menyecske hívja fel magára a közönség figyelmét. A délvidéki női ceremóniamester egyedülálló a kárpátaljai bőfé találkozók történetében. Az a baj, hogy a legapróbb részleteket, a hagyományokat nem annyira őrzik már. De viszont ott is ugyanúgy elmegyünk a vőlegényes házhoz, elbúcsúztassuk a vőlegényt, elmegyünk kikérni a menyasszonyt, utána az adott terembe, vagy ha éppen sátorban van a lakodalom, akkor oda megyünk, és eskü előtt még mulatunk egy nagyot, mielőtt indulnánk. El vannak búcsúztatva a szülőktől, és útnak indulunk. Gazdagon hímzett fejkendők, mellények és szoknyák. A színpadon megelevenedett népviseletek hűen tükrözik az 1900-as évek polgári világát. Hófehérbe van öltöztetve a mi mennyasszonyunk, gyönyörű virágkoszorú van a fején, ez nagymamám elmesélése szerint, ahogy még az ő nagymamája házasodott, és hogy, mert nálunk nem viseltek hosszú mennyasszonyi ruhát, nem volt ki, és emlékeznek a polgári viseletekre, és ezt mutatják most be a lányok. Asszony lett a lányból! Egy igazi, hamisítatlan kárpátaljai lakodalom elképzelhetetlen élő népzene és hagyományos lakodalmas ételek nélkül. A megidézett mennyegző résztvevői egy-egy bőfévers kíséretében végigkóstolhatták az ünnepi menüsort, amelyet a térségre jellemző ételekből állítottak össze. Disznóvágás, kenyérsütés, süteménysütés, minden ilyen dolgot otthon csináltunk. Aztán megkezdtük a főzést. Hideg húsokat, salátákat, szombaton korán reggel a húsokat lesütjük, utána a levest megfőzzük, aztán megterítjük az asztalt, a hideg húsokkal kezdjük és a salátákkal. Aztán jön a leves, a paprikás, a tört krumpli és végül a töltött káposzta. Őseink itt éltek, haltak, Kárpátok közt itt maradtak. Hangzott el több alkalommal is a találkozó mottója a nap folyamán, ami azt jelzi, hogy a vőfélyek, akárcsak őseik itt szeretnének boldogulni, megőrizni és továbbadni tudományukat. A ceremónia mesterek során végig tekintve nem kétséges, hogy a közeljövőben is lesz magyar vőfély szó a vidéken.